ami egy tartalmas, képekben gazdag, nagyon elegáns, kivitelő, szép könyv. Ez három részre tagozódik ez a könyv. Az első része Kelemen Didákkal kapcsolatos történeteket, illetve életrajzot mutatja be, és talán itt a Kalna Zsolt atya, a szerzőtársam, aki nagyon ötletesen átvezeti a Kelemen Didák korát a mai korba, és ezt a párhuzamot fejezi ki azzal a könyv bevezető cikkével, vagy Kelemen Didák időszerűsége. Párhuzamot vont a akkori idők és a 1700-as évek a Kelemen Didák és a mai világunk között. És a három részben, az első rész, mint említettem, Kelemen Didákkal kapcsolatos. Ennek óriási jelentősége van, hogy Kelemen Didákkal foglalkozunk, hiszen a boldoggá avatása az folyamatban van, illetve azt gondolhatnám, vagy gondoljuk, hogy újabb lendületet kapott, ami nem csak a Minorita templomnak, hanem Miskolc városnak és az országnak, sőt nemzetek egyesítésének is egy fontos eleme, ha ez a boldoggá avatás sikerrel jár. A másik része történeteket tartalmaz, ez inkább az 50-es évekből, és hát a történelmi korszakváltások tükröződnek a könyvből, ami a szerzetesek elhurcolását jelentette, róluk emlékezünk, illetve a rend újraalakítását, amiben elsősorban Tóth Alajosra emlékezünk, valamint a harmadik rész, az pedig a templomnak a mindennapi életét mutatja be, illetve azokat a csoportokat, amelyek itt működnek, és azokat az eseményeket örökíti meg, amelyek itt történnek. Itt most ebben az alkalommal vagyunk, itt a borszentelés alkalmával, erről is láthatók benne képek, mint a Minorita templomnak egyik hagyományos rendezvény. Én tisztelettel, szeretettel ajánlom ezt a könyvet, ami ez a felajánlása tulajdonképpen az alapítványnak a templom javára, mert a könyv adományaiból, amit úgy gondoltuk, hogy egy 1500 forint, ez körülbelül az önköltséget fedezi, ez a Minorita templom felújítására szolgál. Szeretném megemlíteni, mert itt vannak a szerkesztőbizottság tagjai, hát elsősorban Zsolt atyát említeném, itt van Szunyog László, Takács József, aki éppen most is a rendezvényről képeket készít, és az ő képei találhatók benne, és Takács János, és Cikora Ágnes, aki még a szerkesztőbizottságban tartozott, a szerzők pedig általában kötődnek a Minorita templomhoz, a Minorita templom történetét mutatja be Szunyog László, Rostás László a főoltárt mutatja be, aki a város főépítésze, úgyhogy szeretettel és tisztelettel ajánlom itt a jelenlévő hívőknek és a vendégeknek. Köszönöm szépen!